Középiskolás diákoknak tartottak rendhagyó tárlatvezetést a terrorházában, így emlékeztek a kommunizmus áldozataira. A honvédtéri Gulág emlékműnél Mádl Ferenc és Antal József özvegyei, illetve Boros Péter koszorúztak. Egész nap érkeztek a megemlékezők a Hősök falához, hogy a kommunizmus áldozatai előtt tisztelegjenek. Ez az idős asszony családtagjai emlékére gyújtott mécsest. A bátyámért, akit itt majdnem agyonvertek, és a mieinkre, akiket kitelepítettek és hontalanná tettek, és mindenünket elvettek, és tönkretették az egész életünket. Na, ezeket az embereket nem a nácik ölték meg, hanem a szövetségesek egyike, a szovjet hatalom. Eközben a múzeumban középiskolás diákoknak tartottak rendkívüli történelemórát. A rendhagyó megemlékezést azért szervezte a terrorháza, hogy a fiatal generáció is megismerhesse azokat a hősöket, akik a diktatúra áldozatai lettek. Nagyon fontos, hogy tanuljanak a múltból, és féltve őrizzék azt a demokráciát, amit ugye a ugye 25 éve a diktatúra lebontása után kiépült Magyarországon. Ez már a honvédtéri Gulágrabok emlékműve. Itt többek között Mádl Ferenc és Antal József özvegyei, Lezsák Sándor és Boros Péter koszorúztak. A volt miniszterelnök beszédében azt mondta, a mai élőket is emlékeztetni kell a gulágok borzalmaira. 16 éves gyerek, nekem középiskolás osztálytársa, került ki a Gulágra 15-25 éves büntetéssel, mert a gulágon nem volt ennél röviden, ami az ottani bánásmód miatt a végtelennek tetszett. A honvédtéri koszorúzásra meghívták Szakály Sándor történészt, ő azonban nem vett részt a rendezvényen. Itt koszorúzott tavaly Rogán Antal is, ezúttal azonban ő is más helyszínt választott. Kövér László idén egy könyvemutatón emlékezett az áldozatokra. Szerinte csak igaz történeteken keresztül lehet befogadhatóvá tenni a borzalmakat. Csak az emlékezet igazít el bennünket a mában, ezért aztán emlékezni nem csupán erkölcsi kötelezettségünk, de legelemibb érdekünk is. Nem csak szüleinknek és gyermekeinknek, de önmagunknak is tartozunk ennyivel. Az országgyűlés határozata szerint február 25-e a kommunizmus áldozatainak emléknapja. 1947-ben ezen a napon tartóztatták le Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát, majd a Szovjetunióba hurcolták, ahol 8 évig raboskodott.